mondhatnánk, hogy az őszi fesztivál következő koncertje a gyerekeknek szólt, de a nézőtéren helyet foglalók életkorán megmutatkozott, hogy bizony a Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő és énekesnő koncertje kortalan. Halász Juditot boldogsággal tölti el, hogy a dalain felnővő gyerekek ma már szülőként saját csemetéjükkel érkeznek a koncertre. Az énekesnőnek 1973-ban jelent meg első lemeze, azóta számos dallal bírta éneklésre a közönséget. Én nekem nagy örömömre szolgál, amikor anyuka, apuka meg a gyerek együtt énekelnek, és nagyon gyakran előfordul, amikor nincs ilyen szép nézőterünk, hanem szabadtéren énekelünk, hogy a apukák a nyakukba veszik a gyerekeket, apuka ugrál és énekel, és a fején a gyerek, a fején a hajába kapaszkodik, és a gyerek is énekel, és addig, amíg az apuka bírja, addig tart ez az öröm. Én szeretem, hogyha a család együtt van. Ritka ma már az olyan előadás, ahol csak gyerekek vannak, noha azok mindig nagyon érdekes és jó előadások. Más, egy kicsit más a világ, nem kicsit, a világ nagyon más, de a gyerekek egy kicsikével másként viselkednek, mert a szülőkkel, a családdal másként viselkedik egy gyerek, mint a saját közegében. És azelőtt gyakran előfordult, akkor verset is mondtam néha-néha két dal között, és mondtam például az Arany Lacit. És amikor ott tartottam, hogy Laci, te hallod-e, jár ide, akkor egy gyerek mindig elindult és jönni akar, de a sorszélén ült az óvónéni vagy a tanítónéni, aki megfogta a gyereket, és nem engedte föl, de volt, akinek sikerült. Bum-bum-bum! Halász Judit magáénak tudhat egy olyan nemzetközi kitüntetést is, amit a gyerekek adományoztak neki, és talán nem is ok nélkül, hiszen az önfelett jókedv, ami mindig jellemzi a koncertjeit, és a gyerekek iránt tanúsított szeretete vitathatatlan. A mosolyrend az nem azt jelenti, hogy én vigyorgok folyton a gyerekek felé, hanem én igyekszem a gyerekek arcára mosolyt csempészni, és mosolyt, és felvidítani őket. És hogyha ez nekem minél jobban sikerül, annál nagyobb öröm. Természetesen, mert hiszen a gyerekkor az mindannyiunk életében meghatározó és nagyon fontos. És nagyon rossz, ha egy gyereknek nem elég vidám, nem elég boldog a gyerekkora, és én azt szeretném, hogy legalább az az idő, amit velem töltenek, az örömteli legyen. Halász Judit koncertjeinek vannak nélkülözhetetlen elemei, melyek a szexárdi színpadon is felcsendültek. Van néhány dal, amit nem tudok kihagyni. Nem tudom kihagyni a Mici Mackót, nem tudom kihagyni a Csiribiri a kezdet, és ha játszunk együtt a vége. Ez minden előadásomnak a kezdete és az előadás kezdete és a vége, és amit mindig elénekelek, az a Mici Mackó, és nagyon örülnek, ha eléneklem a boldog születésnapot is. Úgyhogy ez minden előadásban valahogy benne van. Az előadásnak a Babits Mihály Kulturális Központ adott teret, ezúttal olyan dalok is bekerültek a programba, melyel a költő emléke előtt is tisztelegtek. Van két olyan dal is, ami szexárd tiszteletére Babits Mihály versét tartalmazza.